Szinte egész nap havazott az országban, az északi, északkeleti részen több mint 6 centi esett. Először a Kékesen havazott, aztán Nógrád megye nagy részét is belepte a hó. Az autósok azt mondják, a közútkezelő kicsit későn ébredt fel, de aztán 1-2 óra alatt sikerült megtisztítaniuk az utakat. Délutánra az Alföld északi részét is elérte a havazás. Nem volt szerencséje ennek az autósnak, mert a reggeli csúszós úton lesodródott az útról, és a feje tetejére borulva állt meg az árokban a Nógrád megyei Őrhalom közelében. Az autósok szerint reggel komoly gondot okozott a közlekedés a havas utakon. Rendes hó borította, nem volt időben letakarítva Tarján felé az út végig, és eléggé csúszott is. Most már nem tudom elmondani ezt, mert most szépen, hát persze az időjárás is befolyás volt, hogy most már enyhébb lett, ugye, mint reggel volt. A gyerekek örültek leginkább a havazásnak. A Nógrád megyei Őrhalom iskolájában alig lehetett őket az udvarról bekönyörögni. Fennáll a balesetveszély, ütik, vágják, hógolyóznak. Nehéz őket rávenni arra, hogy bejöjjenek. A mezőgazdászok azt mondják, hogy a hideg jelentősen nehezíti az életüket, de a havazásnak örülnek. Nagyon jó az őszi vetéseknek, betakarja a vetéseket, tehát itt a felfagyás meg a kifagyás veszély így most már nem akkora. Az állattenyésztésnél viszont plusz energiát, plusz költségeket kell sajnos elviselnünk, mert ilyenkor sokkal nehezebb az állatok ellátása, mozgatása, etetése. A Kékesen már tegnap este kezdett szakadni a hó, és szinte folyamatosan esett. Erős szél is fújt, de az elszánt kirándulókat ez sem ijesztette el. Nagyon barátságos. Mire számíthat az ember ilyenkor, mint a hóviharra? Szerintem csodálatos. Én nagyon jól érzem magam. Közel 1000 méterrel alacsonyabban Debrecenben is intenzíven havazott. Délutára 4-5 centi hó esett. Én kevésbé örülök neki, mivel havat kell lapátolni, de a gyerekeim nagyon fognak örülni neki, főleg amikor a kicsi fel fog éperedni, a nagy pedig hazajön majd az óvodából. A szakemberek szerint további havazás várható, és ezért is azt javasolják, hogy csak jól felkészített járművekkel induljon útra mindenki. Az autókat tankolják tele, vigyenek magukkal plédet, forró italt arra az esetre, ha mások miatt kell vesztegelni valahol.